ez a nagyapám Nussbaum Heinrich. Zsomboron született 1864-ben. Elkötelezett híve volt az osztrák-magyar monarchiának. Itt is látszik, hogy milyen büszke ember volt. Amikor meghalt a felesége, hosszú éveken keresztül egyedül nevelte a 4 fiát. Ezen a képen a legidősebb fia, Laci látható az olasz fronton az első világháború alatt. A 3 idősebbik fia mind harcolt a monarchiáért. Ez az apám, Jenő, a jobb oldalt. Ezt a képet az apjának küldte a frontról. Ezen a képen mindenki rajta van, nagyapám itt nagyon mosolygós. Olyan nagy hazafi volt, hogy rengeteg hadikötvényt vett, és ez aztán tönkre is tette.Ború után, amikor Európát újra felosztották, a nagyapám visszatért Erdélybe, Stordán vett egy házat. De sem ő, sem a fiai nem nagyon törődtek a határokkal, így László Párizsba ment, hogy filozófiát tanuljon az egyetemen. Az apám Jenő Firenzébe ment, ott doktorált matematikából. József Berlinbe ment, és orvos lett. Sándor Prágába ment közgazdaságtant tanulni. A nagyapa így gondolkodott. Széthinteni Európában a magvaimat, mert elegem volt ebből a háborúból. Mindenhol legyenek nekem gyerekeim. Szerencsére a nagyapám meghalt 1932-ben, még Hitler hatalomra kerülése előtt. Laci Párizsban élte túl a holokausztot. Sándor otthagyta Prágát és visszajött Magyarországra. Valahol Ukrajnában halt meg munkaszolgálatban. József nagybátyám szerencsés volt. Eljutott Amerikába, ahol orvos lett a hadseregben. Az apám, Jenő viszont Buchenwaldban pusztult el. És én? Én Buchenwaldban szabadultam. Számomra ott ért véget minden, amiben a nagyapám úgy hitt. És csak 1989-ben találtam meg újra.